Mazda első elektromos autója mellett állok. Több érdekesség is fűződik ehhez a típushoz. Először is kezdjük a nevénél. MX az előtag. Konkrétan ez az MX-30-as, ami azért érdekes, mert a Mazda, mint kicsi japán gyártó, évtizedek óta a ranglista élén áll, hogyha azt nézzük, hogy ki tud a legolcsóbban, legélménydúsabb autót gyártani, és ez a típusa az MX-5-ös. És most meglátjuk, hogy elektromos autóban az MX-30 valamit áthoz-e a szellemi örökségből. Minden esetre elég bátran nyúlt ez a névhez a Mazda, és nem csak a névválasztás az, ami miatt érdemes megnéznünk közelebbről a kocsit, hanem maga a forma. A Mazdától mostában megszoktuk, hogy nagyon letisztult, nagyon egyedi, harmonikus formákat a Kodó dizájn alapján tervez, aminek a részleteit ezen az autón is megtalálhatjuk, ezek a keskeny vágott lámpák, de itt előrébb léptek, tehát ezt nagyon besülyeztették, és egy kicsit morcosabbra, agresszívebbre vették az orrot. Ha oldalról belenézünk az autóba, akkor komoly méretű első orr kialakítást kapunk, és mögötte pedig egy viszonylag kompakt utasteret, egy nagyon kupés és a lejtő tetővonallal és hátsó szélvédővel. És ezzel még nincs vége a gegeknek, legalábbis én ezt így mondanám, hogy igazából ezek valamiféle design gegek. Az ugyan megszokott, hogy nagyobb íveket rajzolnak a kerék köré, ettől lesz igazán crossoveres, de az talán kevésbé, hogy itt van egy normál méretű ajtó, viszont mögötte egy jóval kisebb van. Hát ez a kialakítás az RX-8 öröksége, amikor is fogtak egy nagy első ajtót, és mellé betettek egy kisebb hátsót, ami hátrafelé nyílik. Kiderül, hogy egészen komoly hely van benne, nézzük meg, hogy mennyi. Mondjuk a hátra beülök, így magam mögött egészen korrekt a hely. Még azt mondom, hogy három felnőtt is elférhet. És ami nagyon érdekes, hogy van előttem két gomb, amivel tudom állítani az ülést. Akár előrébb, hátrébb tudom tolni. Mindaddig, amíg nem ül be valaki elém. És így magamnak kicsit több vagy kevesebb helyet tudok biztosítani. Ez nagyon ötletes, és egyébként praktikus is. Sikerült ezt az MX-30-ast így a 35 kW-nyi akkumulátorpakkal, legalábbis a tömegét 1600 kg körül tartani, ami azért elég komoly. Tehát azt mondom, hogy ez egy jelentős mínusz ahhoz képest, amennyivel mondjuk a legtöbb elektromos autó indul ebben a tömegharcban, hiszen a legtöbb elektromos autó közel 2 tonna, vagy annál nagyobb is a tömege. Egyébként ez érződik a menetteljesítményeken is, hiszen nagyon-nagyon megindul a Mazda. Hát ez az MX-30-as, ahhoz képest, hogy csak 143 lóerős, ugye a villanymotor nagyon nyomatékos, és mivel csak 1650 kiló, ezért ez meg is látszik rajta, 9 másodperc alatt van 100-on, de főleg a rugalmassága az, ami rendkívüli. Szóval ilyenkor kicsit gázt az ember a városi forgalomba, és már el is hagyja a többieket, és vigyázni is kell, hogy nehogy átlépjük a sebességhatárokat. Autópályatempóra is képes, tehát ilyen 140-150 km/h a végsebessége, és ezt is nagyon jól viseli, de azért elemében a városban van, hiszen ilyenkor minden fékezésnél, illetve lassításnál visszatölthetjük ezt az energiát, amit egyébként gázadáskor elpazarolunk idézőjelben. A villanyautónál nagyon fontos, hogy mi van a motortérben. Bár kevésbé zajos és kevésbé feltűnő, mint egy belső égésű motor, de azért tudnunk kell, hogy egy villanymotor és annak az elektronikája az hol található. És az első meglepetés az itt fogad minket, mert ez egy nagyon pici,
egység, amit ide beszereltek, és mellette pedig óriási hely van, amire azt gondolnánk, hogy akár rakodóhelynek is kialakíthatták volna, de mégsem tették, aminek az oka pedig az, hogy később egy Wankel motor fog itt majd helyet foglalni, ami egy hatótáv növelő, az range extender funkciót fog betölteni, és ezzel fogjuk tölteni az akkumulátort, ezzel akár háromszorosára növelni az egyébként 200 kilométeres megtehetőleg nagyobb távolságot. Azért azt nézzük meg, hogy itt azért folyadékokat bizony kell tölteni, vagy lehet tölteni, de egyébként karbantartásmentes, alul van a motor, fölötte az elektronika és egy nagyon kis diszkrét burkolat, mint hogyha egy komoly belső égésű motor lenne itt. Ha már megnéztük elől, nézzük meg hátul is, hogy mi a helyzet. Azért ez mégiscsak egy családi autó. 366 liter a csomagtér, amiben valamennyi helyet persze elfoglalnak a kábelek, de azokat ide alulra is be tudjuk rejteni. Illetve dönthető a hátsó ülés, tehát egész jól bővíthető, és a nagy hátsó ajtón egész jól lehet pakolni. Magát a fékezést és annak az intenzitását a váltófüleknek imitált kis gombokkal tudjuk állítani. Ezt annyira be tudjuk erősíteni, hogy szinte egy pedállal történő kezelést is be tudunk állítani. Magyarul csak a gázpedállal tudjuk kezelni az autót. Ha visszavesszük a gázt, akkor szépen lelassul, visszafékez, és a fékpedál használatára szinte nincs is szükség. Tehát egyszerűen egy pedállal tudjuk vezetni az MX-30-asunkat. És mennyi idő alatt tudjuk feltölteni? Hát igen, 220-as ajzatról, ugye 16 amper, esetleg 32 amperral gazdálkodva, hát bizony 6-8 órát is igénybe vesz ennek az akkucsapoknak a feltöltése, vagy éppen többet is, hogyha a hálózatunk nincs rendesen felkészítve erre, hogy folyamatosan annyit vegyünk ki a hálózatból. Viszont egy gyors töltőnél akár ennek töredéke is lehet ez a töltési idő, hiszen hogyha mondjuk egy villámtöltőt nézünk, és ott akár az egyenáramú töltés is megoldott, akkor 40-50 kW-tal tölthetünk óránként, ami azt jelenti, hogy akár 40-50 perc alatt is feltölthetjük az autónkat. De hogyha a váltóáramnál is nagyobb teljesítménnyel tudunk tölteni, akkor is 1-2 órán belül 80-90%-ig tudjuk pupozni az akkumulátort. Minden autóról érdemes megtudni, hogy mennyibe is kerül. Nézzük meg, hogy ez az MX-30-nál hogy alakul. De azért előtte néhány dolgot a felszereltségről. Ebben nincsen alapfelszerelt autó. Mondjuk egy nagyon ajánlott Launch Edition, amiben most mi is ültünk, az már olyanokat is tartalmaz, mint a Head-Up Display, a tolatókamera, nagy kerekek, vagy akár az elektromos ülésállítás, ami nagyon hasznos. Ezt láthattuk is. Viszont hogyha kifut ez a verzió, akkor talán még jobb, hogyha a GT Plus változatot választjuk, mert ott 2000-rel több ér, már kormányfűtést is kapunk, illetve még egy-két olyan dolgot, amitől még kívánatosabb az autó. És hogy mi is az az ár, ne csigázzuk tovább a nézőket. Hát igen, 11 millió alá sikerült belőni a GT Plus verziót, 10.990. A Launch Edition, amiből még pár darab talán megszerezhető, ez pedig 200 000 olcsóbb, tehát 10.008 000. Ként a belépő ár 10 millió fölött indul egy picivel. Én azt mondom, hogy aki egy ilyen autót választ ez a stílushoz, az a speciális design, belső kialakítás kell, amit ezekhez már megkapunk, plusz az összes csicserli, csetresz, villogó kütyű, és minden olyan kényeztető apróság, amitől ez az autó megéri az árát, ahogy az MX-30 megéri az árát. Ezért 2018-ban írtunk ki egy pályázatot
külső beruházók számára, hogy valakivel közösen szeretnénk egy projektet létrehozni, elsősorban a logisztikai csarnokainknak a tetején, ahol egy naperőművet hozunk létre, és mindenképpen ez volt a cél, hogy Európa legnagyobb tetőre telepített naperőműparkja legyen. Tehát ez volt az első lépésünk, hogy megvizsgáltuk, hogy mit kell hozzá elérni, hogy az élbe tudjunk kerülni. És ez egy 9,5 gigawattórát termelő naperőmű lett, összesen 12 megawatt beépített csúcs teljesítménnyel, tehát a panelek összteljesítmény ennyi. Ez 36 ezer darab napelemet jelent, ami darabja 330 wattpíkes. Kettő tető együtt ugye 160 ezer négyzetméter. Teljesen EON beruházás volt, úgyhogy mi igazából a tervek kialakításában segítettünk. Augusztusban került, 2019. augusztusában került fel az első panel. Idén januárban már fönt volt az összes panel, és áprilisban indult a tényleges termelés. Tehát volt egy fél év próbaüzemük, de azóta ez már teljes erővel üzemel. Hogy ez kettő darab logisztikai csarnok. Itt az volt az alapcélunk, hogy ez egy teljesen zöld épület legyen. Ugye már korábban megvalósult a geotermiás fűtés, és ugye ez lett a második lépés, hogy akkor semmilyen más, csak zöld energiából éljen az épület. Ahhoz az kellett, hogy egy akkora naperőmű kerüljön fel, ami a teljes éves mérleget lefedi. És szerencsére az a tető négyzetméter, az közel pontosan annyi gigawattórát termel, mindamennyi a szükséglete az épületnek. Tehát az így mondhatni, hogy teljesen véletlen szerencse volt, amiért az így pont jól is jött ki. Túl is termel most ez a naperőmű az éves mérlegbe, de ez egy ilyen teljesen szerencsés helyzet volt. Egyébként nem közvetlenül használjuk el a villanyt, persze az ember az elektronot nem tudja végigkövetni, hogy hol megy a rendszerbe. Ez a naperőmű visszatáplál a hálózatba, és mi azt ugye mi eleve éjszaka fogyasztunk nagyobbat, három műszakos termelés van, éjszaka fogyasztjuk a javát, a naperő meg nappal termeljük a javát. Tehát ez így egy éves mérlegbe termeli meg a épületeknek a szükségleteit. Amikor már tényleges tervezés zajlott, kiderült, hogy az összterhelés, amit fel akarunk tenni ezzel a méretű naperő parkkal és a hóterhelés együttesen, ugye ezt mindent figyelembe kell venni, szükség lesz belső erősítésre. Ugye ez nagyon nem volt kis feladat, mert 1600 helyen kellett megerősítéseket csinálni ebbe a két csarnokba, úgyhogy közben ment a termelés. Tehát itt volt azért egy nagyon nagy feladat az épületet használóknak, illetve a kollégáméknak is, hogy ezt úgy tudjuk levezényelni, hogy egyetlen baleset ne történjen, ne álljon meg a termelés, de az 1600 ígérend az felkerüljön. Bennünket mind üzemeltetést vontak be a projektbe, már a kezdet-kezdetén, a 18 év végén indult ez az egész tervezés, és hát tőlünk a napi üzemeltetési rutinból fakadó tapasztalatokat várták, hogy meséljük el, hogy ezzel segítsük meg a projektet. Logikus választás volt logisztikai csarnokot választani, mert tehát hosszú távon a logisztikai csarnokoknál várható a legkevesebb átalakítás, olyan jellegű átalakítás, ami tetőáttöréssel jár, mert ugye a gyártóterületeken ott megmunkáló gépek egy idővel elavulnak, új technológiák jönnek, újat telepítenek egy logisztikai csarnokba, azért a folyamatok zömébe maradnak, és nagy építészeti átalakítás nem igényel a logisztikai struktúraváltás. Az Audi régóta törekszik a CO semlegességre, és ez is egy nagy lépés volt ebben az irányban, hogy biztosít területet egy naperőmű telepítésére és üzemeltetésére. Ugye az EON-nak ez annyiból volt jó, hogy egy védett területen van. Nem a természettől veszünk el felületet, hogy egy szántóföldre telepítsük egy naperőmű parkot,
hanem egy ilyen szempontból logikusan jól kihasználható felületet találtunk erre. A Győri Széchenyi István Egyetem járműipari kutatóközpontjában hazai és EU-s pályázati támogatással önvezető járművekkel kapcsolatos kutatások folynak. Az egyes autonóm funkciók tesztelését egy Nissan Leaf demoauton végzik, amelyre egyedileg kiépített szenzorrendszert, vezérlő irányítórendszert és kommunikációs megoldásokat szereltek. A cél a szakmai kompetencia felépítése, fejlesztői környezet kialakítása és a létrejövő tudományos eredmények publikálása. Azzal azonon jártunk. Szabványos járműkommunikációs rendszert építettünk az autóba. Ennek az a célja, hogy ahogy mondtad, a számos szenzorból nagyon sok információt nyer az autó, de például az olyan helyzetekre ez nem alkalmas, mint egy kereszteződés, ahol a kanyar mögött nem látja be az autó sem a szenzoraival, hogy mi várható. És ott jön jól a járműkommunikáció, mert a járművek egymással, illetve a közlekedési infrastruktúra elemeivel tudnak kommunikálni, és ezáltal megtudják egymásról a pontos pozíciójukat, orientációkat, sebességüket, és ezekkel a plusz információkkal az autó jobban tud önvezető módban döntéseket hozni. Ezt a demóban is megmutattátok, itt a közlekedési lámpa kapta a főszerepet. Igen, az első demo, amit megvalósítottunk, az egy olyan közlekedési helyzet, ahol ez az autó egy megkülönböztetett jelzéssel érkezik meg egy kereszteződésbe, és a feladat célja igazából az, hogy ezt előre már lekommunikálja a közlekedési infrastruktúra felé, hogy én most egy mentőautó vagyok, ami érkezik, és ezért ő zöld hullámot kap, az összes többi lámpán pedig piros van, tehát ezzel meg lehet akadályozni azt, hogy baleset alakuljon ki mondjuk egy kereszteződésben, mikor áthalad egy mentőautó. Hát a cél az volt, hogy önjáró módban tudjon menni, magyarán a mi általunk fejlesztett programokat tudjuk tesztelni a vezető beavatkozása nélkül. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz különböző szenzorokat kell az autóra szerelni, különben nem tudjuk, hogy milyen környezetben vagyunk, merre haladhat előre a jármű, és egyéb biztonsági dolgokat is ugye teljesítenünk kell. Az autón egyébként nagyon sok szenzor megtalálható. Van két nagy pontosságú GPS, ami hát körülbelül 2 cm pontossággal tudja megmondani, hogy a világon hol vagyunk éppen, illetve a környezetünket 5 lidar szenzorral tudjuk detektálni, és emellett még használunk egy kamerás rendszert is. Menjünk végre rajta, hogy mik vannak. Na, hát az autó elején legnagyobb szenzorunk ez az egy csatornás lidar. Ez főleg biztonsági okokból van az autón, tehát ő tudja leggyorsabban detektálni ezen a szinten, tehát vízszintesíkot képzeljünk el, abban lévő akadályokat. Tehát ő az úgynevezett utolsó biztonsági védvonal, hogyha az autó előtt valami megállna, akkor ő küld leggyorsabban a rendszer felé egy ilyen állapotot. Teteje? Teteje. Hát itt vannak azok a lidarok, amik tulajdonképpen a környezetet detektálják, hogyha itt az elsőket megnézzük, ez egy 16 csatornás lidar, ez egy 64 csatornás lidar, ugye két oldalra föl van a szerelve. Ezt leginkább arra használjuk, hogy a holcsában, tehát itt tényleg az autó mellett lévő akadályokat tudja detektálni, leginkább patkadetekció és egyéb dolgok. Ezek a 64 csatornás lidarok viszont elég nagy pontossággal a tényleg 3D-s környezetünket fel tudja térképezni, és arról ad egy képet. Az a nagy pontosságú GPS antenna, dual antennát használ, tehát azzal pontosítja még az adatokat, hogy ez szimultán két antennával teszi meg, így az autó irányultságát, egyéb plusz infókat tudunk megállapítani ahhoz képest, mint ami mondjuk egy mobiltelefonban van. Szélvédő fölött ez egy sztereó kamera, és ezen futnak olyan mesterséges intelligencia által, hát
neurális hálózatoknak nevezik ezeket a dolgokat, amik képesek kamerakép alapon mondjuk akadályokat detektálni, vezethető sávokat felismerni. Hát tulajdonképpen ami a mai járművekben van kamerás rendszer, ennek ez az alapja, ezek az úgynevezett mesterséges neurális hálózatok. Itt van egy laptop, és azon sok-sok olyan érdekes dolog, amin valami kis mocorgás van, meg számok változnak folyamatosan. Mi az a rész, ami ide tartozik hozzá? Amit a képernyő láthatunk, az végülis a LIDAR képnek a vizuális reprezentációja. Ez a LIDAR, ez egy olyan szenzor, ami távolságot képes mérni, ilyen lézerrel, nem látható lézer segítségével, és ebből összeállított képből igazából ezek már a feldolgozott adatokat jelentik, hogy a körülöttünk mozgó objektumok, emberek, tárgyak helyzetét, illetve távolságát jeleníti meg. Ez ilyen szempontból egy szerencsés környezet, hogy tudjuk nézni, hogy mi van körülöttünk. Nagyon sok ember, akik között megyünk, és ezt látja is, ugye? Igen. Gyakorlatilag centire pontosan. Érzékeli például a mellettünk látható táblát, érzékeli az embereket, de egész szépen kivehető az út széle, illetve a felfestett útburkolati jelek. Nem, az autónál nem elég az, hogy vannak rajta szenzorok, és azok érzékelnek a környezetükből bizonyos dolgokat. Nagyon fontos, hogy ezekre az autó hogyan reagál, tehát az irányítás. Az autónál a beavatkozás az három ponton történik, a kormányzást, tudjuk irányítani a gázt és a féket. A szenzorból jövő adatokat egy úgynevezett modellprediktív kontrollon visszük keresztül, ez fogja előállítani a beavatkozó jeleket. Ez a modellprediktív kontroll, hogy a nevében is benne van, úgy működik, hogy a járműnek van egy modellje, ez egy kinematikai modell, tehát a mozgását le tudjuk írni előre egy számítógépen futtatott programba, és megbecsli a modell alapján, hogy a külső környezeti jelek és az autó jelenlegi állapota szerint következő pillanatokban hogy fog reagálni a jármű. Ugye ez a kontroll egy nagyon robusztus rendszert alkot, ezzel tulajdonképpen nagyobb sebességnél is és különböző terheléseknél is stabilan tudjuk tartani az autót. Nehéz hangolni, tehát egy elég komoly team munkát igényel, hogy ezt beállítjuk, de most jelen pillanatban plusz-minusz 10 centis pályatartással egészen 40 kilométerig teszteltük, tehát ezt a mai tesztekre és bemutatókra alkalmas.